Legyen időtálló, az időjárás viszontagságainak ellenálló, közvetítse a városi értékeket. Ezeket a szempontokat vették figyelembe a város címer közterületen való megjelenítésében. Gránittömbre helyezett színes kerámialapot választottak a tervezők és az alkotók. Ez megfelel az építészeti követelményeknek is. A címer ötlete Báhidi László városgondnokság vezetőjétől származik. Ő találta ki, hogy az egyik fontos csomópontban, ahol most állunk, díszítsük címerrel a körforgalmat. Kedden meghitt betlehemes műsorral indult a programsorozat. Szerdán kézműves foglalkozások voltak, kis betlehemeket, karácsonyi díszeket, csuhébábokat, mécseseket készítettek a gyerekek. Csütörtökön aztán az iskolában 6 helyszínen zajlottak a foglalkozások, melyek mindegyike a karácsonyi készülődést segítette, lélekben is. Az egyik csoportban az iskola egykori pedagógusa, Puskás Nétó Fejé Vali beszélgetett a gyerekekkel a szeretetről. Egy másik teremben Váminé Molnár Emma gyermekkönyvtáros régi képeslapokból készített dobozkát a napközisekkel. Gyermek és felnőtt csoportok, amatőr és profi művészek színpadi produkciói, karácsonyi fények, forró italok illata, adventi vásár és meghitt hangulat csalogatta a nagy templom oldalában elhelyezett faházak köré a pápaiakat a gyertyafényes advent első hétvégéjén. Advent első vasárnapján dr. Mail József apát plébános áldotta meg a Betlehemet, majd gyújtotta meg a város adventi koszorújának első gyertyáját. Az ünnepélyes alkalmon karácsonyra hangoló dalokkal, adventi versekkel működött közre a Szent István Római Katolikus Nagy Templom kórusa. A szülői szervezet 3 éve kezdeményezte, hogy kézműves vásárt és sütemények vásárát tartsanak az iskolában, a bevételből pedig támogassák az intézmény alapítványát. Rengeteg finomságot és gyönyörű kézműves ajándéktárgyakat készítettek az erkeles szülők, kiknek munkáját a 3. A-osztály egyik lelkes anyukája, Hoffer Erzsébet fogta össze. Németh Zsófia, 2. A-osztályos kisdiák édesanyja is sütött süteményt az adventi vásárra. A kókuszkocka elkészítésében Zsófi is segített. Nem akartuk ilyen túl egyszerűre, és tettünk rá marcipánból ilyen karácsonyfát, és a karácsonyfa tetejére meg ilyen hópiét vagy gyöngyöt.